Legutóbb meglehetősen zaklatott szezont követően hosszabbította meg harmadik vonalbeli tagságát a Nyírbátor, és mivel a Nyíregyháza Spartacus egyel feljebb lépett, a megyét egyedüliként Márton István együttese képviseli az NB3-ban. A tavalyi csapatból Fabu, Fülöp, Sós és Vámos távozott, helyükre heten érkeztek. Bernát Martin Sényőről, Hornyák Marcell Rakamazról, Kornyutyák Volodimir Kisvárdáról, Németh Szabolcs Cigányról, Reznek Donát Dorogról, Szabó Roland Ibrányból, Vasas Gergő pedig Mezőkövesdről tette át a székhelyét Bátorba. Azoknak a játékosoknak a döntő többségét sikerült megszerezni, akit szerettünk volna, és az sem utolsó szempont, hogy azok a játékosok, akik meghatározóak voltak az előző bajnokságban, ők maradtak a csapatnál. Úgy gondolom, hogy megfelelő a keret a céljaink eléréséhez. Márton István elmondta, a felkészülési meccseken megpróbáltak egy olyan labdabirtoklásra alapuló játékot gyakorolni, amellyel nem nekik kell alkalmazkodniuk az ellenfélhez, hanem rá tudják erőltetni akaratukat a riválisra. Mivel a 18-ból 5 csapat kiesik az NB3-ból, az edző kiélezett szezonra számít. Még most a többi csapatnak az erejét nagyon nehéz felmérni, ehhez el kell majd telnie legalább egy 4-5 fordulónak. Ugye most kaptunk már csapatokat a középcsoportból is, akiket nem ismerünk. Jöttek olyan utánpótlásgárdák, az MTK például, aki eddig még nem játszott a mi csoportunkba. Van feljutó is a Hajdúböszörmény személyében, tehát nem igazán ismerjük még az erőviszonyokat. Biztos vagyok benne, hogy egy sokkal még a tavalyitól is kielezettebb bajnokság lesz, ezért sem engedhetjük meg magunknak azt, hogy úgy kezdjük a bajnokságot, mint tavaly, hogy össze 8 pontot szerzett a csapat. Nyilván ezt tapasztalatból tudja már az ember, akár a játékos múltjából, akár az edző, amennyi tapasztalatom van már, hogy nem mindegy az, hogy kezdjük el a bajnokságot, ezután azért már nem kell annyira görcsölni, ha esetleg sikeresebbek vagyunk, és az ellenfelek sem úgy érkeznek hozzánk, hogy na akkor ez egy biztos 3 pont nekik, hanem akkor nekik is arra kell számítani, hogy a Nyírbátor ellen nehezebb dolguk lesz. A Nyírbátor a nyitófordulóban szombaton Tiszaújvárosban lép pályára. A további párosítása következő: Salgótarján Kazincbarcika, Jászberény Reac, Putnok Tája, Újpest 260, Monor DVTK 2, BKV Előre Rákosmente KSK, Erzsébeti MTK 2 és DVSC Deac Hajdúböszörmény.